Hát sziasztok srácok, én Sajt32 vagyok, és köszöntelek titeket ebben a mai videóban. Visszatértem egy újabb 10 perces challenge videóval, eleve most egyáltalán nem megyünk le a bányába, még meg se közelítjük, egy darab csákányt se hoztam magammal. Ez a challenge arról fog szólni, hogy 10 perc alatt kell találnunk egy ilyen víz alatti templom szerűséget, és eljöttem egy ilyen területre, de egyáltalán nem szálltam be, hogy meglássam azt, hogy mi a fene folyik ott bent. Szóval fogalmam sincs, hogy lesz-e itt templom, vagy nem lesz. De nagyon remélem, hogy lesz, mivel akkor értelmetlen lenne a challenge. Szóval srácok, hoztam magam egy ilyen Respiration 3-as helmetet, azaz, hogy lássak egy kicsit így a víz alatt, hogyha belemegyek, plusz 2 pót, ezért ilyen botot, hogyha véletlen eltörne a nagy súlyunk alatt, vagy hogyha neki mennénk valaminek. Na szóval akkor kezdjük a kalandot, 10 percünk van hátra, 9:59, üljünk fel a csónakunkra, reméljük, hogy nem fog alattunk összetörni, nem vagyunk olyan 8000 kilósak, szóval szerintem nem, úristen, mintha jégen mennénk, ez nekem nem megy így ez a vezetés, azt a rohadt. Upszi, ez csúszik, olyan rég vezettem srácok ilyen hajót, hogy még a végén, mi a szar, menjél már egyenesen, bejeles. Amúgy nem tudom, hogy itt lesz-e, mert eddig nem látok, néha így le fogok lassítani és alámegyek, megnézni a dolgot, hogy hello, templom vagy valami, légy szíves. Itt nincs, alattam sincs, erre sincsen. Hát akkor én meg húzok innen a fenébe. Onnan jöttünk, és menjünk be a nyílt óceánra, hát ha fogunk találni. Amúgy ez nem egy könnyű challenge amúgy srácok, mert hogyha kifutunk innen ebből a nagyfajta helyről, ahol most vagyunk, utána nekünk futnunk kell, szóval ez egyáltalán nem lesz olyan könnyű, mint gondoltam, így az elején, ez most ott teszem, vagy hoppá. Utána nekünk sétálnunk kell, és az nem lesz olyan muri. Megint lenézek a víz alá, alig kapok levegőt, már menjünk is fel, nem raktam ilyen izét a fejemre, a sapkámba az, hogy még levegőt is adjon. Hát megyünk, eddig srácok jól haladunk, tök jól néz ki, szerintem így evezek úgy, hogy egy helyben van a kezem. Legalább azt hiszik azt, hogy milyen erős vagyok, így a gondolatommal meghajlítom srácok az evezőt, még azt se kell, hogy megfogjam. Hát eddig, ahogy én látom, semmi nincsen, pedig azt hittem, pedig gondoltam rá, hogy legyen már egy légy szíves, de nem. Hó, így rákapcsolunk, azt a rohadt, így a gondolatunk még jobban szárnyal. Figyeljétek, még húzzuk magunk után a csíkot is, milyen durvák vagyunk, na! Hey, azért a lovakat visszább veszem, mert körbe kell néha nézni, nehogy elmenjünk mellettem, vagy jaj, hogyha nem veszem észre, mi lenne velem srácok, még a végén, még ott a kommentekben úgy leszidnátok, mint a fene. Ahogy nagyon srácok, tetszik az ötlet, meg így maga a videó, és hogyha igen, akkor kérek már most nyomjatok egy lájkot, igaz, még nem találtuk meg, de hogyha tetszik, akkor én nem mondom azt, hogy ne lájkoljatok, na! Hello guys, én elmegyek mellettetek, itt a sima élőjéteket itt hagyom. Annyira ne jól nem látok a víz alá így innen bótról, de azért valahogy meg kéne oldani. Eddig ahogy látom nincs szárazföld erre, ami ez csak egy jó jel. Lemegyek ide, csak félek most már lemenni, mert el fogok tévedni. Az mindig bajba vagyok így a tájékozódással, hogy hoppi, hogy merre kell most menni amúgy, hello. Na hát, igen, erről jöttem. Erre áll. Jó, akkor erre kell tovább haladni. Nagyon remélem, mennyi időnk van még? 7,5 percünk, eddig jók vagyunk, de azért megtalálhatnánk ma azt a nyomvattat. Azt hittem, ez egy 5 perc alatt sikerülni fog, bár azért nem tudom, mire gondoltam, azért nem minden egyes utca végén fog nekünk spawnolni egy. A látóhatár most szép, nagyra vettem, látjátok, jól belátok a víz aljára, és ó! Jaj, nem, már megijedtem. A francba, azt hittem, hogy már ott van egy. Azokon nem világít, azt hiszem egyen. Ott van! Hó! Ó, úristen, mennyi idő alatt sikerült, srácok, gyorsan megnézem. 6 perc, 56 másodperc van hátra, azaz kevesebb, vagy picit több, mint 3 perc alatt sikerült. 3 perc, valány másodperc alatt, és most meg alig tölti be, ez remélem, hogy az. Nem csak valami bágos cucc volt. Huha. Remélem, hogy az vagy, haver. Úristen, nagyon remélem, hogy beláttam alá az előbb. Ez az. Úristen, jaj, hogy már itt van alattunk, úgy van. Szóval srácok, meg lett ez a challenge ilyen hamar, komolyan mondom, hogy zsír. Azt hittem azt, hogy ebből baj lesz így azt, hogy meg nem látok szinte alá semmit, és nem mehetek le, mert elkavarodok. Szóval peacefulba vagyunk, jelenbe beásni most nem nagyon tudok, mert elfogy a levegőnk. Szerintem az lesz srácok, hogy azért nézzük meg belülről. Átmegyek kreatív a game mode 1. Igen, ez a challenge-ünk megvan, elzárom az órát. 4 perc, kevesebb mint 4 perc kellett, hogy eltaláljuk. És bemegyünk azért, behatolunk itt a bázisra, hogy hello.
hogy itt azért élet van, vagy így piszulva semmi sincs, azért meg fölfedezzük szerintem, mert szerintem egy pára még ilyet nem is láttatok, nem is tudtátok, hogy van ilyen, mert én is csak egy live-ban láttam azóta, nem is tudtam, hogy hey. Tudtam, hogy őrök vannak, de hogy itt mit lehet találni, fogalmam sincs. Annyit látok, hogy Prismarin. Hát Prismarin, na mi megváltjuk a világot, azt kell, hogy mondjam. Semmire nem jó, szerintem az égvilágon. Na mindegy, eddig ez egy nem olyan nagy beavatkozásnak tűnik. Van egy jó kis lámpa, ami tök menően világít, eddig ez tetszik. Ilyet vinnék haza, hogyha most Survivor-be lennék, de gondolom összetörik, hogyha megölöm a dolgokat. Hát... Hoppá, mint hogy ez spawnolt volna egy darab, de jó, hogy ezzel világítok ki. Lentébb megyünk, hát ha ez alatt van még valami, ó. Vagy itt leveg ez az egész kódszeráj, azt a rohadt. Megnézem, hogy ebben van-e valami, hát nincsen. De, mint hogyha lenne arany, a live-ba úgy láttam, szóval fölmegyünk itt a közepén. Fölások így vandál módon ezt az egészet, bár úgyse fogjuk ezt használni semmire ezt a mapot. Mert ez csak erre a kihívásra volt kitalálva. Hát nincsen ez, úgy tűnik nagy szerencsével kell lenni az egészbe, hogy találjunk valami értékeset. Szóval srácok, itt a semmi közepén elköszönök tőletek. Még jó, hogy nem arra mentünk, mire ott akkor szerintem rá se láttunk volna erre az egészre. Na srácok, itt én elvek a polipokkal még, de elemben most a videót lezárom. Itt ebben a szép kis menő sisakunkban elbúcsúzok. Szóval srácok, ha tetszett ez a videó, kérek nyomjatok egy hatalmas lájkot, kommentbe kérek írjátok le, hogy legyenek-e még ilyen 10 perces challenge-ek, ezt most királyú megcsináltok, most büszke vagyok magamra. Szóval srácok, hogyha támogatni szeretnétek, azt egy feliratkozással megtehetitek. Na sziasztok!